Másfél évvel ezelőtt hárman kitaláltuk, hogy szeretnénk csinálni egy olyan karácsonyi tematikájú társasjátékot, amelyben minden játékos egy-egy ajándékozó bőrébe bújva vinne ajándékokat lurkóknak a világ minden tájára. Miközben vagány lényeket idézünk meg. A mai napon Bencével, Áronnal és Barnával közösen mutatjuk be nektek az ajándéközönt. Na, szóval akkor, kezdőkártyákat ki is osztottam nektek, vezetőket, persze nyugodtan azt nézheted is, és mellette mindegyikőtöknek fogok osztani kettő darab ajándékozó kártyát, amiből az egyiket szeretném, hogyha megtartanátok, a másikat pedig arra szeretnélek kérni, hogy dobjátok el, abszolút a szimpátia alapján nyugodtan, amelyiket nem kéred, azt kérem ide a mancsomba, amelyik tetszik, az marad, másikat majd kipróbálod máskor, később, másik lehetőségekkor, teljes mértékekig belefér, és arra kérlek, hogy a képességgel rendelkező oldalára fordítsd a kártyát, hogy azok megmaradjanak, és az fogja kezdeni a játékot, akinek a születésnapja legközelebb van december 24-éhez, nekem augusztus 13, neked... október 9, szeptember 1. November 2. Na, hát akkor Bence megnyerted a kezdés jogát. Senki csalók. Soha, semmikor nem született ilyen későn. Igen. Nagyon jó. Sziasztok, én Bence vagyok a Kultúr Geeks csapatából, és mi leginkább a csatornánkon ismertterjesztő, kreatív DIY projektekkel szoktunk foglalkozni többek között, és most az első játékban nem más, mint a híres vikinget Odint választottam. Hogy miért választottam őt? Mert mindenki tudja, a vikingek menők. Szóval én úgy érzem, hogy ezzel biztosan nyerni fogok. Mivel az ő képességei az, hogy ha egy commis lane-t kijátszik, akkor kap egy plusz extra pontot, illetve hogyha egy piros pulcsi is benne van az ajándékok körében, akkor is egy pontot kap. Választhatsz magadnak egy akciót, amit tehetsz, okay, már is. Okay, húzhatsz is ajándékokat, nézem. Idézhetsz lényt, ajándékozhatsz egy lurkót, amelyik szimpatikus. Nézem a dolgokat. Azt mondja, hogy szerintem én megajándékozom azt a vöröshajú lánykát. Verát. Verát, és akkor kapok 3 pontot. Okay. És már lépjük is 1-2-3-at a zöldnek. Érkezik egy új lurkó. Áron, megjöttél, tessék. Nem te jössz? Igen, de itt vagy. Ja, hogy én jöttem. eddig is itt voltam, de jó. Legjobb akkor is megesik. Az első játék során karácsonyapót választottam. Ez a karakter azért speciális, mert nincsen igazi képessége. Csupán csak annyit tud, hogy minden egyes zokni nem egy, hanem 2 extra pontot ér neki. Kíváncsi vagyok, mennyire tudom majd kihasználni őt. Az ajándékozós bizniszben én is beszállok. Van 3 kék ajándékom, amit Cornélnak fogok odaadni. És így... Bocsánat. Én voltam. Így én is 3 ponttal felzárkózom Bence mögé. Te jössz, Áron. Sziasztok, Áron vagyok, vagy hogyha az alteregom többet mond, én vagyok egy a sok közül. A TikTokra gyártok elsősorban tartalmat, rövid versvideókat, gegeket, illetve ASMR videókat. Az első karakterem Szent Miklós lesz. Az ő speciális képessége az, hogy figyelmen kívül hagyja a fekete színt, amikor ajándékozza a lurgokat, de csak az elsőt, illetve plusz 1 pontot kap a virgácsokért. Hogy miért választottam ezt a karaktert? Hát, mondjuk gyerekkori emlékek miatt... Kérnék szépen 2 darab ajándékot. Tetejére? Aha, és ajándékoznék is. Azt nem. Azt nem. Nem vagyok jó fej. Az akció az volt, hogy húztál, úgyhogy nem ajándékozol. Bram? Sziasztok, én Barna vagyok, és a YouTube-on többnyire ismeretterjesztő tartalmakat készítek, illetve szoktam streamelni Twitch-en is. Az első játékban a karácsonyi angyal karaktert választottam, akinek az a képessége, hogyha lényhatás ér engem, akkor húzhatok egy ajándékot, illetve a beigli kártyák után kapok bónuszban 1 pontot. Azért is választottam ezt a karaktert, mivel nagyon szeretem a beiglit, és azon belül is a mákosat. Jó, én szeretnék ajándékozni, és mégpedig őt, csak nem tudom a nevét, mert nem látom, Milo-nak szeretnék ajándékot adni, és akkor nekem van egy beiglim is, ami egyébként a speckó képességem, úgyhogy ezzel 3 pontot szerintem. Nagyon jó, le is lépheted magadnak, te vagy a sárga. Én sárga, igen, hanem Áron. Nem baj, léphet az enyém. Nyugodtan. 1-2-3. Igen, csatlakozol te is a 3 pontos genghez. Jó, szeretnék kérni
lényt. Oké. Okay. Ugye kettőt. Kettőt. Igen, és tudom. És akkor ugye abból egyet fogsz megtartani. So. Yes. Ja. Jó, hova is dobjuk? Mellé fejjel felfordítva, hogy okay. Szóval egy hópihe esik ki a játékból. És ezt követően pedig évek, ha jól sejtem, úgyhogy én húzni fogok egyet a tetejéről, és el fogok kérni egy zsírkrétát innen. Valaki. Zsírkrétát. Áron, te következel. Hát én... ajándékozni fogok. Oké. Okay. Vikit, ha jól látom. Uh-huh. És te látod Viki... a nevőket. Ugye? Pedig a szemüveg. Ha Rudolf lebetegszik, akkor majd én helyettesítem. Milyen rendes ez a Viki? No. A profizmus. Viszont ez csak kettő Viki... pontot ér neked sajnos, úgyhogy... Ez pont jól jött ki. Így átugorjuk a dolgokat. Brown, te jössz? Én ajándékot fogok húzni, és szerintem okay. majd... Ja, bocs. Jövök. Ja, várjál. Ja. Nem, hogy így. Tehát erre? Kösz, igen. Oké. Okay. Bence? Jó. Szerintem én is húzok ajándékokat. Illetve kijátszanék egy lény... Lény... Nem játszanék ki, bocsánat. Nem játszol? Igen. Hát, várjál. Na most áll. Jó. Szeretnék egy pulóvert. Mi? Tehát kijátszol egy Krampuszt? Így van. És szeretnék egy pulóvert. Oké. Okay. Kinél van pulóver, fiúk? Nálam nincs. Luft. Nem, nincs. Ne. Hát akkor kettőt a tetejéről. Kamusztok. Ettől függetlenül pontot ér a Krampusz. Amúgy itt kamuszthat valaki? Nem. Ez nem az a játék. Bár volt... Csak aki... hogy felkészüljek, hogyha esetleg pással aki dobja. Már volt, aki úgy játszott a végig, hogy nem lehet hazudni, várjál. Pedig ettől szép a karácsony. Ja, bocs. No. És ettől függetlenül ugye kapsz érte egy pontot, ja, még egyet, mivel te vagy az Odin. Yes. És ugye ő egy komisz lény volt. Úgyhogy Bence az élre tör. Én pedig úgy érzem, hogy Fannit fogom megajándékozni ezzel a három szépséggel, már zsírkréta hozzám került. És így, 1, 2, 3, én vezetek. Áron? Ajándékozni fogok. Uh-huh. Szerintem. Igen, biztosan. És mivel... Szent Miklóst választottam, ezért nekem nem kell egy feketét leraknom ide, és Bencét, nem Bence, Danit választom, és már is adom a kötelező mennyiségemet. A kvótát teljesítettem. Hölgyeim, csak óvatosan, ha túl sokáig néznek engem, a végén még belebetegszelek, úgyhogy ez szól nektek is. Jó, én... Ezután szól. Whatever! Aladjunk. Szóval. Igen. Anyway, meg fogok ajándékozni méghozzá őt, csak nem tudom alolvasni a nevét. Éva. Neki három fekete ajándékra van szüksége. Így van, adom is a jussát. Vajáknak. És már van is egy szent. Oké. Okay. Most hát a két ilyen. Jó, várjál, először is három pontot adunk neked ugye a három ajándék miatt. Nem is léptél. Aztán, igazad van, tényleg. Négyet? 1, 2, 3, 4. Jassz. Bence, te vagy lemaradva. Aztán. És ettől függetlenül a szetbe került, ezáltal akkor ugye idézhetsz egy lényt, úgyhogy húzzál kettőt. És akkor egyet megtartasz belőle. Bence, közben jöhetsz. Lehet, hogy ilyen anyót így kijátszanám. Oké. Okay. És kapok ugye már egy lurkot. Így és van. Akkor ő érte nem kapok pontot, mivel viszont szettben van, azért viszont kapok? Nem, nem? Mert, kapok? Nem mert ő áthelyezi a lurkot, ja, és nem pedig megajándékozza. Jó, világos, tehát akkor ezért se kapok pontot. Nem így van, mindegy, pontosan. Hát pontot nem, de nyugodtan kicserélted másra a képességét, ha szeretnéd. Nem, jó, ez igazából. Okay. De egy pontot attól megér. Jó, egy pontot azért ér, persze, tudom, csak... És leléped azt a pontot amúgy? Ja, ugye, persze. Bocs, csak közben agyalok, hogy le kéne rakni a nem lapot, akarsz, csak nem érem. Nem akarsz te is a menő srácok közé tartozni, akik exakt ugyanannyi ponton ülnek? Csak pontosított. túl kevés hely van, és túl sokan vagyunk. Oké, okay, és mi lesz az akciód? Azt, hogy behúzok. Oké. Okay. Én úgy érzem, hogy ez egy menő lépés, úgyhogy én is húzni fogok kettőt. Ára? Szintén veletek tartok. Tetejéről? Ebben így van. Okay. Köszönöm szépen. Brown, ha te is a tetejéről húzol kettőt, akkor az már gáz lesz. Hang vagy. Megpróbálhatod? Én kijátszom a jólakott Turint, ami egy
érdekes lap, és nem értem, nem tudom. És te nem érted, hogy mit csinál? Nem tudok olvasni. Kinél van piros lap? Oké, okay, szóval Jola Keturin a monda szerint az óriási démon macskája a troll asszonynak, grilla asszonynak Izlandról, és ő azokat a gyerköcöket eszi meg, akik nem hordják a karácsonyra kapott ruhákat, szóval remélem, te hordod. És hány piros ajándék van a kezedben? Egy. Fú, de mákos vagy. Hány piros van nálad? Egy. Nálam egy sincsen. Nálad hány van? Egy. Nagyon jó. Mivel nálam van a legkevesebb, ezáltal én veszítek 3 pontot. Köszönöm szépen. Nice. 2-3. Assza, kutya. Illetve ugye egy pontot ad neked a Jola Keturin. Hatalmas mázlid van. Wow. És ugye az angyalka képessége is aktivál, mivel 6 rád a lény, ezáltal 20-ac egy ajándékot. Jó. Én a beglit kérném, a beglit. Egyértelmű. Egyértelmű, a beglit. Diós vagy mákos? Csak is a mákos. Áram mandulás. Neked. Mi? Mandulás. Mandulás begli? Tudod, milyen film a mandulás? Nem begli? Tudom. Nagyon film. Ezek szerint nem tudjam. Jó, és az akciód mi lesz? Mert eddig még csak lényt játszottál, ugye ki? Ilyen is van. Jó, hogy velünk játszol. Egy új dimenzió nyílt meg ekkor. Akkor viszont hoznék felülről 2 lapot. Oké. Okay. Érdekes, nem? Mert hogy a Mikulás is lap. Bence, te jössz? Az igen. Na, új lap az életünk. Kérek. Nincs. Köszönöm lehet szépen. Igen. Igen, mert Brown közelebb ül. De csak azért. Ne, ugye, tehát a 3 akciód az az, hogy készítesz ajándékot, aha, olyankor abból húzol 2-t, és megtartod mind a 2-t, vagy pedig idézel lényt, olyankor 2-t húzol, egyet megtartasz, egyet pedig eldobsz, ugye fejjel felfelé dobópakliba, vagy pedig ugye ajándékozol. Nos. Bocsát, a rénszarvast azt mikor is játszom ki? Saját körödben. Akár egyet. De hogy az, bocsánat, csak hogy mondtad, hogy ez semleges kártya. Igen. Csak hogy mit ad? Hogy ha ledobom, akkor csak pontot ad. Pontot, aha, igen. Jó. Ő csak pontot ér. Okay. Ő más akkor, nem tud. Akkor ledobom. Akkor megy is a rénszarvas. Yes. Okay. Meg se próbálsz többet gyűjteni. Nem. A vezetés a cél. A vezetés a cél. Igen. Ott is vagyunk. Oké, okay. Semmi gáz. Nézzük, miből élünk. El fogok vinni egy szalonna cukrot. És mellé pedig húzunk egyet a tetejére. Nagyon jó. Csoda kombó. 3. Kérnék szépen 2 lapot a tetejéről. Oké, okay. Brown. Én viszont nyomok egy ultimate kombót, és megajándékozom, szintén nem tudom olvasni a nevét. Abigail. Abigail-t, és ismét csatlakoztatom őt a rózsaszín telikör crewhoz. Jó, ha van ilyen. Ne felejts el lényt idézni. Az lényeges. 2, és ugye egyet megtartasz. Igen, lényt idézni, igen. Oké. Okay. Oké, okay, és akkor még lépek. Igen, 2. Yes. Én végig a isjárga. Várj, az ott egy 1-2. Igen. Bence? Ezt a 2-t lopom. Na-na. Nem lopom? Ne lopd. Nem lopom? Légy szíves, ne. Ja, köszönöm. Jó, én kérni fogok egy virgácsot. És mellette... Mondta senki sehol. Kérek egyet. Amúgy nagyon érdekes, de tudjátok, hogy miért adunk virgácsot amúgy karácsonykor? Na. A franciáknál van egy vezető, aki most nincs játékban, Ari néni. Ő látogatja a jó gyerekeket, egy nagyon kedves idős asszony, aki a fehér csacsiával jön, és csokit hoz a gyerekeknek. Közben léphetsz áron. A 2 szélső pirosat kérném szépen. Őket. Aha. És ezzel szemben, hogyha rossz vagy, akkor a franciáknál meglátogat téged ostorapó. Ki lehet találni, hogy ő mit csinál? Hát... megveri a gyereket. Valami olyasmi, igen. Igen, igen, igen. Ó, akkor húznék 2 ajándékot felülről, uh-huh, és kijátszanám a hópihét. Oké. Okay. Tehát még 2-t kérek. Tehát a jelölt szint? Yes. Oké. Okay. Rázva nem keverve. Meg is... Jóistenem. Szeretnék 2 lényt. Ah, köszönöm. 2 lény. És csak egyet tartom meg. Oké. Okay. Méghozzá... 5 tartjuk meg. Oké. Okay. Köszönöm szépen.
Mr. Scrooge most nem volt sikeres. Én úgy érzem, hogy ezt a zoknit szeretném elkérni magamnak. És mellette kérek egy lapot a tetejéről. Áron. Én meg fogom ajándékozni a kis hölgyet. Judit. Juditot. És még ezen kívül, ha engedi, óvatosan. Nem akarja. Nem engedi, hogy megajándékozzam. És ezen kívül még bedobnám én is jó lakott Turint. Nem tudom. Jó lakott Turint. Jó lakott Turint. És hát várom, hogy hány pirosotok van. Brown, hány pirosod van? Egy. Nálam három van. Kettő. Kinél volt egy? Nálam. Bencénél. Mennyit lépek vissza? Hármat. Az igen. És én még húzhatok egy ajándékot? Miért? Mellényt adok. A lényt, nem? Nem? Nem. Te húzol egy ajándékot, mert te vagy az angyalka. Mert rám is hatással volt ilyenkor. Igen. Hát téged is csekkolt a kártya. Ne, lényt, nem. De ő ez már ajándékot húzol, nem lényt. Bocsánat. Akkor viszont felülről kérni. Felülről. Oké. Okay. Én viszont négy lépés. Hármat adtam? 8 milliót vár. Azt jött, megkeverjük. Ne, bocs. Semmi baj, összecsúszott a kártya. Ezt összeset megkapszom. Nem volt szándékos. Oké. Okay. Ja, tehát, hogy nem, a Jólaköttörén nem húzott veled lapot. Az ő az angyal képessége húzott veled kártyát, ugye be. Jó. Bence, te következel. Oké, okay, akkor szeretném megajándékozni kedves... Vagy, várj. Igen. Ja nem, a Brown jön, elnézést, bocsánat. De jó, most húz. Ja nem, jó, nem szó, ja, az más volt. Én is elnézést kérek. Okay. Jó, akkor viszont szeretném megajándékozni őt. Tomi? Csak, igen, és köztük lesz majd egy beigli is, ha ki tudom szedni. Úgyhogy, hogy van két kék, egy fekete és egy zöld. Ugye? Így van. Yes, és van egy beigli. 5 pont. Szett. És ismét szer. Egyként elvonélyed. Matésak. Tessék szépen húzni. Lényt. Yes. Kettőt, Robi. És abból egyet tartok. Uh-huh. Oké. Okay. Pontosan. Nyertek. Próbálnálak megállítani. Ja. Most akarom jön. De lényt. Szólja, hogy hazamenjek. Na, jó, akkor lépj. Meg szeretném ajándékozni. Dorit? Ja, be. Okay. Megvan, illetve kijátszom a cringe-et, és szeretnék tőled kettő alapot. De tőlem te miért akarsz húzni? Ne tőlem akarjál már húzni. Nem szabad? Hát, de szabad sajnos, az a bajom. Várjál. Megkeverem a kártyáim. Ennek most nagyon nem örülök, Bence. Sajnálom. Jó, a Bencének léptek, kérlek, 4-5-6 pontot. Ő zöld. Sajnálom, látom, feljött egy multikolor lap. 3, 4, 5 és 6. Igen, 2-t. Yes. Mondjuk 5. Megvan? Igen. Meg még egyet. Öt. Tehát az... Yes. Tehát ő egy olyan lap, hogy neki mindegy, csak 5 ajándékot adjuk. 5 egyforma színű. Oh. Ultimátének 5 egyforma színre van szükség. Wow. Ultimáté. Tényleg ez a neve. Tényleg? No. Na jó, ez nagyon jó. Ez tényleg ez nagyon tetszik. Hát ugye angolul ultimate. Igen, világos. Onnan jön a gag. Jó, hát így most a Bence kényszerít rád, és muszáj, hogy ajándékot húzzak. Na, akkor még csak jót húzzak. Senkinek nem tudok rendesen ajándékot adni most. Áron, te következel így. Akkor én megajándékozom a kis hölgyet. Laci? Így. Valahogy mindig erről a helyről szerzem be a lapjaimat. Népszerű spot, Gabriella. Csatlakozik hozzád, 2 jó pontért a feketének. Így. Brown? Én szerintem kijátszom a cringe-et. És viszont én Bencétől lopnék. Jó. Megkeverjem, vagy... Ahogy érzed, figyelj. Azért megkeverem az olyan. Keverd, megnyújtsd oda neki, aztán hadd vigye. Neked jobb szélső kettőt adod. Ja. Tök mindegy, mi lesz. Hívd meg a cringe-et. Jobb szélső? Nekem jobb szélső? Neked jobb szélső kettőt adod. Akkor tessék. Jó. Nem nézek oda. Ja, de az én lapjaimmel. Jó. Pont. Léptem neki. Jó. Pont, igen. Okay. Bocsánat. Várj, mert akciója még nem volt. Bocsánat. Ó, ja, igen. Akkor viszont megajándékozom őt. Csak nem teszem meg. Robit. Oké. Megajándékozom. És akkor be is adom a tizedet. A megfelelő. Az egyházi az alócs. A megfelelő.
Oké, okay, rendben. Ez még 3 pont Brownnak. Nagyon az erre tör, Bence. Jó, akkor én most így... Atyaisten! Full house. Ez egy másik játék. Ultimátét így kiúztam. És akkor, várjál, 3. Az élre tör. Az mennyi is? Ja igen, jó. 5 pont. 5 pont, yes. És idézem mellé lényt, ugye, mivel szedben. Ja igen, köszönöm szépen. Így né. És érkezik egy új lurkó. Én pedig úgy érzem, hogy Áron nagyon magányos, plusz mellette nem ártana már pontokat szerezett nekem is. Amúgy akartam is mondani, hogy te vagy ott hátul? Igen, viszont most van 2 zoknim is. Nevet zokon. És nekem az ugye 2 extra pontot ér. Oké, ez jó volt. Úgyhogy ez 8 pont nekem kapásból. Szép. Haza akarok menni. Hát egy darabig pedig nem fogsz még. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. És mellé idézek még egy lényt is. Nagyon jó. 5 vagy... Nem is. 5 fogjuk megtartani. Eltadom a Krampuszt. Hogy nézd már a Tom Tate, bocsánat. Nem azt láttam. Igen, Marcion. Az fontos, hogy néhány lurkónak még itt nincsen kész a rajza. Ők amúgy a felvétel készítések a pillanatban már kész vannak, csak amikor még a nyomdának adtuk le, akkor sajnos egy ilyen félkész állapotban voltak, úgyhogy ne aggódjatok, kész lesz mindenki addigra. Áron? Én választanék, ha szabad. Téged választalak. Idézel, oké, okay, Bram. Bocsánat, csak itt az OCD-t zavarja. Ne, egészen nyugodtan, egészen nyugodtan. Nem. Mellé felfordít a dobot. Mindegy. A fenébe pont fordítva van, úgyhogy én 2 kérnék a tetejéről. 2 lapot, köszönöm szépen. Jó, akkor én is húzok innen 2-t. Illetve szeretném Krampus kijátszani. És szeretnék egy pulóvert. Nálam nincs pulóver, nálad? Brown, pulóver? Nincs. Erre nézem. Hát a fene. Na nem baj. Jó, 1, 2. Eléggé béna ez a Krampus. Ettől függetlenül 2 pontot hoz sose neked. Sose kérem nekem pulóvert. Hát látod, bezzeg én is az okniaim. Egészen jól haladunk. Egyelőre. Áron, te jössz. Én 2 lapot kérnék szépen. Te tejre? Aha. Oké. Okay. Bram? Egy pillanat is mondom. Én kijátszanám a Kaga Tiót. Oké. Ami a helyettesíti azt jelenti, hogy a kezemben van egy kártya, amit én a felsőkkel ki tudok cserélni. Nem. Ez mintha Joker lenne. Tehát, hogy mondjuk, hogyha Marcinak szeretnél ajándékokat adni, akkor ő olyan, mintha egy fekete lenne. Tehát igazából csak a mennyiséget kell pótoljam? Vagy ja, nem csak egy ajándékot. Tehát ő egy ajándékot helyettesít neked. Értem. Így van. Értem. Csak bármilyen színűt, meg ingyenesé teszi az akciót, tehát utána lesz még egy akció. Az igen. Oké. Okay. Ezt belebonyolultam. Akkor viszont húznék. Szerintem. Na várj egy picit. Én nem vagyok. Honnan szeretnél húzni pontosan? A tetejéről. Tetejéről, nagyon jó. Természetesen. Akkor azt az egy kártyát, azt adjuk oda neki, és már is gyorsan keverek egyet, és adunk még egyet. A Kagatiót azért a kezedbe, addig visszaveszed. Hogy ne, persze. Így hasznosabb. Hát, már akkor ki is tudod játszani. Szeretnéd most kijátszani? Igen. Csak maga biztosan barna. Oké. Okay. És akkor kinek szeretnél ajándékozni? Így van. Szeretnék ajándékozni. Ugye mondom is, egy pillanatot kérek. Nézem, milyen opciói vannak. Akkor azt mondjuk, hogy egy ajándékot helyettesít. Úgyhogy... És kérdés, hogyha van viszont egy beiglim. Az attól még pont. Akkor extra. Viszont meg ő... Vele szeretnék, őt szeretném ajándékozni, de piros-zöld, és a kéket pótolom. De nem kicseréli a színét, helyettes. Hanem helyettesít. Tehát, hogy és csak 2 lap. Azt mondod, két. Hogy piros, zöld. És helyettesítés. És ő a zöld. Akkor viszont kérem vissza a beglimet.
Hát az nem úgy járja, hát a beigli, mert az... Karácsony van, ne legyen önző. Semmi gond, oké. Okay. Kérem, és oda kerül. Csatlakozik ötödik tagként. Atya Isten. Hosszú elnök. Azom. 1-2-3 pont volt, illetve az akció ingyenes, úgyhogy még mindig te következel. Akkor viszont még húznék. Te erre? Köszönöm. Húzok akkor két lapocskát. Köszöntöm szépen. Jó. Okay. Azt mondja, hogy... Most nem jó alapjárás. Nem jó alapjárás. Ez szörnyű. Nekem jó alapjárás, nem tudom, miről beszéltek. Téged nem kérdezett sem. Jó, én Tóbinak fogok ajándékokat adni, és hiszitek-e vagy sem, de van nálam megint két zokni. Úgyhogy az azt jelenti, hogy alapvetően 3 pont lenne, viszont ő nekem így 7. Ezt most találod ki. Nem, sajnos nem. Sőt, szedbe illik, úgyhogy abból én idézni fogok egy lényt is. Persze. Tarold le az egész. Tudod, mit lépj a végén? Tudod, mit lépj? Menj oda az előtt. Menjünk haza szerintem. Mit, ha vezetnék? De én hátul vagyok. Hát akkor húz bele, te jössz. Van nálad egy fekete ajándék? Haza akarok menni. Van nálam egy fekete ajándék. Nagyon jó, van két lurkó is. Igen, őt kérném szépen. Ádámot. Oké. Okay. Tadám, Ádám. És mivel... Színsorba van. Oké, okay, szedbe illik. Színflössön van, igen. Aha, lojál flush. Idézheted, oké. Okay. Közben Brown, te jössz? Így van. Milyen bős megfigyelés. Így van. Igen. Köszönöm az észrevételt, kolléga. Szerintem húzok lényt. Oké. Emléktetek. Az 3. Igen, tudom, magúrom. Nem léptünk, mennyit? 4. 4 volt? És hát tényleg 1-2-3-4 igazad van. És Áron már érkezik is hátulról. Te jössz? Ja, én vagyok, bocsánat. Igen. Kérek lényt. Csak a lények röpködnek itt. Igen, ne csincsen. Elég lényegre törő vagy. Ebből egy külön... Jó, hogy meghívtatok engem. Egy külön összevágást fogok kérni Áron szóviceiből. Áron borzalmas szóvicei, jó szóvicei, és csak borzalmas lesz. Mondd csak, Brown, van nálad lény? Egy darab, igen. Szuper. Abba ide. Volt nálad lény. Volt nálad egy darab lény. Nagyon szépen köszönöm a kooperációt. Ezt követően pedig Szabit fogom megajándékozni. Kártyavár. Aki három jó pontot fog nekem adni, 1-2-3. Na, most már vezetek! Áron, te jössz. Én megajándékozom őt. Szandit, és mivel szebben van, ezért választhatok. És 2 pontot adtam is neked. És ilyenkor akciót még ugye játszhatok? Lényt még játszhatsz ki. Még játszhatok ki. Kivéve azt, amelyiket most idézed. Aha, jó, az amúgy milyen szép sorban vagyunk. Igen. Olyanok vagyunk, mint a Village People. Vagy mint a Beatles, így megyünk keresztül. Ja, igen. A zebrán, igen. Jó. Oké, és akkor kijátszanék még 2 rénszarvast. Wow. Ennyit a vezetésedre. Két szarvas, az 1-2-3-4-5 pontot ér neki. Ez pont jókor jött. Oké, okay, Brown, te jössz. Ezek után. Én szeretnék ajándékot adni neki. Tóbinek? Így van, Tórinak. És van egy beiglim is cserében. Oké. Okay. Szóval akkor ez 3. 3 pont. Így van, lépheted is most már hozzá. Vagy... Ja, mindegy, nem 3. Alright, és akkor... 1-2-3 pont ide. Igen, beéred Áront. És idézhetsz egy lényt, ja, hogy semmi szedbe illet, ha jól látom. Igen. Idéz lényt. Ahogy ez. Akkor ez így kért. Úgy. És ó, meg is akkor van. Akkor én szeretném megajándékozni... Gábort. Hello! Van egy pulcsim is hozzá. Tjú. Illetve egy rénszarvasom.
Az külön, de... Ja, az külön van? Azt nem adom. Azt nem ad, igen. Azt nem adom. Jó, oké. Szóval ez itt 5 pont, és akkor külön kijátszol egy rénszarvast is? Igen. Oké, akkor a rénszarvassal együtt az 7 pont lesz viszont Bencének. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7 igen. Bence az életör. Yes. És a cél van, abba is vérted volna. Okay. És szedbe illet? Nem illet szedbe. Sajnos. Vártam, hogy olyat húzzatok, de nem sikerült. Bocs. Minimum. Én mindent megpróbáltam. Húzok kettőt a tetejéről. Áron, te következel. Én is kérnek szépen egy feketét lentről, és egyet a tetejéről. Egy jó krumpli. Mm. És innen még egy valami. Érkezik egy szén. Brown? Én szeretnék kérni ajándékot felülről. Oké. Okay. És igazából ennyi. És igazából ennyi. Bence? Értem. Ez mind. Okay. Okay. Eddig jó volt. Szeretnék most már végre kapni egy feketét is, köszönöm. Okay. Illetve még egy ilyet. Rendben. Yes! Bocs, mi? Igen, mert semmi. Jó vagyok. Kérhetsz bármit. Végül. Jó, oké. Nézzük, valakinél tud-e működni a Krampus. Ki játszok egy Krampuszt? Egy jó pontért. Mert kinél, a Krampus ki is. Kinél van zokni? Nap. Nem. Nincs. Amúgy nekem mindig úgy van, hogy kérek tőletek, és amúgy ott van, amúgy, ami kellett volna. Hát ez most erre mit mondják? Mindig így szokott lenni valahogy. Semmi baj, mert így is sikerült két ajándékot kézbe szerezzek. Úgyhogy ki fogok játszani kettő jó krumplit, mert mi más szeretne Marci, mint sem jó krumplit. Igen. Ő az énekes lurkónk, amiből 2 ponttal odaértem. És húzok két lényt, és innentől kezdve bármelyik lénykártya, az lezárhatja a játékot. Úgyhogy tessék vele óvatosnak lenni. Én jövök, ha jól sejtem. Ezt így van. Jól látod. Egy feketét adok a kis hölgyért. Oké. Okay. És ezt odaadom. Egy krumplitér Lili. Egy krumplitér Lili, és mivel szedben van, és 2 pontot ér. Igen. Itt, na nézzük. És még lényt rakhatok. Srácok! No! Eljött az éjfél. Oké. Okay. Rendben. Ez azt jelenti, hogy Áron, most még játszhatsz ki lényt egészen nyugodtan. És körbe megyünk, mindenkinek lesz még egy kör, Áron, neked is. Még van egy köröm? Igen, tehát ezen kívül még egy köröd lesz pontosan. És egy teljes akció. Ugye? Meg nyilván ugye lényeg. Tehát velem zárul a játék. Veled zárul a játék, yes. Így van. Jó, oké, és akkor ennyi volt részemről. Jó. Hazamész? Jó. Igen. Haza akarok menni. Jó, Brown, te jössz. Jó. Én szeretném megajándékozni, és egy pillanat is adom is a lapokat hozzá, a Krisztit? Szeretném őt megajándékozni, okay. És adom is a lapokat, illetve wow. Szeretném kijátszani a rénszarvasomat is, ami 2 pont. Oké, okay, várjál, tehát először ajándékozol. Yes, jó? Ő 4 azért pont. Odadunk neked 1-2-3-4 pontot. Yes. Áron erre kijátszik egy rozsomákapót, amiből 2 ajándékot felvesz a kezébe. Odaadtuk a Szent Miklóst a utolsó körre, a 2 virgácsot, az nagyon fog fájni. És akkor én most egy pont még jött. És akkor még 2 a rénszarvasból. Viszont a rozsomálkapó téged célzott, úgyhogy húzhatsz egy ajándékot. Akkor viszont... Mondjuk húsa kertem. Ez voltok már mindegy, a beiglit adod, mert az jó. A beiglit! A kedvenc kárt. Beigli. Nagyon jó. Nézd, ott van még virgács, hát ezt nem hiszem el. Oké. Okay. Szörnyű. Jövök? Így van, jó, te következel. Akkor én szeretném Benit megajándékozni. Jó. Én és akkor ezért kapok 4 pontot, igaz? Igen, az 4 pont, viszont erre meg nekem lesz egy rozsamán kapom. 1, 2, 3, 4 pont. És szedben van. Szedben tehát van. Akkor kérek. Így van. Olyan. Az utolsó 2 pont. Nem, még egy van. Majdnem. Még egy van, okay, és nekem is volt egy pont ugye a rozsamálkapóra. Kérem vissza. Na, kérem nem vissza. Kell a macsek? Nem kell. Az igazi szörnyeteg. Oké. Okay. Megjött Matyi.
Meccsik. És ja, várjál, meg kijátszottam a rozsomálkapót, azt nem vettem a kezembe ajándékhoz. Ja, majd nem. De egy béna-béla vagyok. Hey, hey, hey. 5 fogom elvenni, és 5 fogom elvenni. Így, és akkor én ebből a 3 ajándékból meg fogom ajándékozni virágot. Viszont van benne zokni, úgyhogy az ismét 5 pont. Haza akarok menni. Ezt is csak kitalálja. Ő tervezte a játékot, az aztán csodálkozunk, hogy ő nyer. Az a helyzet, hogy most nagyon-nagyon csúnyán kihúztam. Tehát, hogy még nem is kellett hozzá lény, és még egy szarvasom is van. Na persze. Itt is egy éjfél kártya, úgyhogy vagy így, vagy ide véget érne a játék. Viszont Áron, tiéd az utolsó lépés. Lehet akkor nyomni... Reakció. Ja, ez nem reakció. Nem reakció, sajnos nem. Nem tudlak megállítani, Áron. A most felhúzott lapot nem játszhatom ki. Nem. Ha csak nincsen rá egy kagatiót például. Jó, hát akkor... Akkor van rá egy kagatióm. Mit van mit tenni? Szarvas. Felzárkózom. Oké, okay, szarvas jön 2 pontért. És aztán... És nincs több. Nincs több? Még hát egy. Ez nem volt túl katartikus. Nincs több. Oké, okay, rendben van. A kezetekbe lévő lapokat légy szíves, dobjátok el a hozzátartozó dobópaklikba. Jó. És... Ne szereked szét! Oszt a mindenit! Vagy is jó. Jó, és akkor nézzük a szetteket, hogy kinél mi van. Mert ez a Brownnak nagyon durva lesz. Jó, körből kinél hány van nálam? Nincs egy se. Áron? Nincs. Brown? Nálam van 5 darab rózsaszín telikör. Az és egyelőre van... csak az. Oké. Okay. Ez 3 pont. 3. Ennyit a vezetésre. Zöldszínű rombuszból nálam van 3. Áron? 1. Bran? Nálam semmi. 3. Akkor mind a ketten kapunk 3 pontot. Yes. Egy, de az enyém. Nem fele is léphetsz. De legalább becsületes vagyok, nem mondtad? Teljesen jogos. Jó, négyzetből van nálam 1. 2. 4 szög, bocsánat, ez is kérek. 2. 2. Mármint a narancsárga 4 szög. Mert te nem tudom, ilyen, nem tudom, hogy még szerintem, a szerintem csak sárgát merek mondani, mert biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki ránéz erre, és azonnal el fogja nekem magyarázni, hogy milyen pigment alapján nem az, amit mondok. Szóval a... Nem, az. Szóval igen. Tudjuk, igen. Nem, 3 van. 3 van. Nálad? Nincs. Akkor ez Brownnál van. 1-2-3 pontért. Oké, okay. Csillag. Nálam van 3. 2. 0. 1. Oké, okay. És 3 szög. Nálam 0. 2. 0. 2. Az Bencének. Cse. És Áronnak 3 pont. Nice. Hát, sorry. Nice. Remélem, nice. Amúgy tetszik. Igen, amúgy itt álltál. Én pislogtam 2-t, és így hirtelen így... Ezt csináltad. Ezt meg egy timelapse-be föl kell venni, de csak az ő bábujával. Na és akkor ki lehet vágni belőle, hogy hányszor mondtok, amúgy én meg az utolsó. Nem, sajnos a karácsonyapóban nagyon-nagyon jól húztam most, ez abszolút jó volt alapján, és úgy. Pedig azt hittem, hogy Beigli megment. Nem, amúgy nagyon szoros, tehát hogyha megnézed, akkor valójában ezzel a set kollekciós 3 ponttal vagyok ott, ahol most vagyok. Mm. És egyebekben meg gyakorlatilag Bence közvetlenül mögötted Áron meg megint 3 ponttal. Van csak lemaradva, úgyhogy úgy. A próbajátékot én nyertem, csak mondom. De most haza akarok menni.